Kétnapos pályaválasztási kiállítást rendeznek a Bújtosi Szabadidőcsarnokban. A rendezvény elsősorban a továbbtanulás előtt álló diákoknak szól, de több munkadó és felnőtt képző szervezet is kitelepült a rendezvényre. A megyei munkaügyi központ már 12 éve szervezi meg a pályaválasztási kiállítást, a cél a foglalkoztatás növelése és hogy a gyerekek olyan szakmát válasszanak, ami biztos elhelyezkedés jelenthet a jövőre nézve. Az álláskeresőknek a 13%-a pályakezdő fiatal. És ami érdekes, hogy akár a pályakezdőknek, akár az álláskeresőknek nézzük, hogy hány felsőfokú, tehát főiskola egyetemet végzett van a rendszerben, látható, hogy ennek az összlétszámnak összesen a 4%-a. Tehát mi mindig azt tapasztaljuk, hogy érdemes főiskolai diplomát, egyetemi diplomát elvégezni, de hát ezek kiszorítják, nem tud mindenki a saját szakmájába dolgozni, kiszorítják a középfokú végzettségűeket, a középfokúak kiszorítják az alapfokú végzettségűeket, és így látható, hogy amikor elérkezünk egy betanított segédmunkához, ott még akár szakközépiskolai végzettségűekkel lévők is elvégzik, ott már csak 18%-os a foglalkoztatási ráta. Ezen szeretne változtatni a megyei munkaügyi központ. A szakemberek szerint már a pályaválasztás is meghatározhatja azt, hogy később ki mennyire tud érvényesülni. Ezért van szükség a szakképzési rendszer átalakítására is, amiről hamarosan dönt az országgyűlés. Tegnap éjszaka tárgyalta a kormány és elfogadta a szakképzési törvényt, illetve a szakképzési hozzájárulásról szóló törvénynek pedig éppen tegnap volt a parlamenti vitája. Mind a kettő nagyon fontos és alapjaiban fogja meghatározni a következő évek vagy akár évtizedeknek a szakképzéssel kapcsolatos teendőit. Ugye ami a legfontosabb üzenet az, hogy azt szeretnénk, hogyha a munkaerőpiac igényeihez a mostaninál sokkal jobban igazodna a szakképzési rendszer, és az a papír, amit a végén OK-s bizonyítvány gyanánt, vagy érettségi bizonyítvány gyanánt megkapnak a hallgatók, azok valós tudást tartalmazzanak. A régióban több olyan szakma is van, ami kiemelten támogatottnak minősül, ilyen az ápoló, a CNC esztergályos vagy az ácsállványozó. Azok a tanulók, akik ezeket a szakmákat választják, ösztöndíjat is kapnak, egy jól választott szakmával pedig ugyanolyan sikeres lehet egy fiatal, mint egy diplomával. A pályaválasztás egy fontos dolog, azt nem csak a diák hozza meg, hanem ott a szülők is ott vannak, a családi kupaktanács is ott van, és megpróbálnak egy adott pillanatban jól választani, hogy a lehetőségekhez mérten, a képességekhez mérten, az elképzelésekhez mérten az a gyerek egy olyan iskolába kerüljön, ahová szívesen jár, a gyakorlati tárgyakat szívesen tanulja, és majd tanult szakmájának jó gyakorlója, mestere lehet. A rendezvény célja a helyes pályaválasztás mellett a foglalkoztatottság növelése, ezért a kiállításon az iskolák mellett több munkadó és felnőtt képző szervezet is részt vesz. A péntekig tartó rendezvényen közel 80 kiállító várja a Bújtosi Szabadidőcsarnokban a pályaválasztás előtt állókat.